Jó napot kívánok, én dr. Kovács úr, vagyok a Kirkó Szava Egyetem vezetője. Megyünk tovább ebben a témában, hogy mi az oka a mai vízözönszerű esőzéseknek, miért fognak egyes területek eltűnni a víz alatt a Földön, egyes országok. Mint az előzőekben volt már szó, ez a lapos Föld fordul, és ha megnézzük ezt a sémát, hogy felül van az észak, alul van a dél, és az ekvatoriális kerületen, a Földön, ott a nyugat, itt a kelet, akkor mondhatjuk azt, hogy az elektromágneses vonalak úgy mennek, hogy az északi sarkból kiindulva először oda megy a nulla fokhoz, keletre, utána abból a nulla fokból elmegy a déli sarkra, a déli sarkból elmegy a másik nulla pontba, és onnan megy vissza északra. Tehát a Föld elektromágneses vonalai így mennek, a Föld nevű elektromágneses vonalai. Tehát, ha így nézzük, akkor Földünkön négy pólus van. Északon kettő oldalt, kettő pedig lent. Mindegy, hol van az oldal, hol van a lent és a fönt, hogyha a Föld lapos, akkor is van fönt és lent, bizonyos magasságokban ott vannak a pólusok. Tehát, ha így nézzük, akkor az előző videóimban említett körforgás miatt a mai észak az el fog menni Európa és Amerika felé. Ezért már látjuk is Európa egyes részein ezeket a furcsa dolgokat, hogy Görögországban esik a hó, stb. Hiszen a mai észak, a mai északi pólus elmegy Európa és Amerika felé. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak, és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!